Szintén napirend előtti felszólalásra jelentkezett Novák Előd képviselő úr, a Mi Hazánk képviselője, aktuális közügyek címmel. Önni a szó, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, 10+1 bizonyítékot hoztam a magyar kormány ukrajnai háborúban való sajnálatos részvételére. A legnagyobb közfelháborodást még a fideszes szavazók körében is a NATO bővítés nagykoalíciós megszavazása okozta. A NATO tagállamok bővítésének magyar vétóját azért szolgalmazza immár sajnos egyedüli pártként a Mi Hazánk, mert a világháború felé tett újabb lépés provokáció volna a katonai szövetség további bővítése Oroszország határán, még a semleges zóna nemzetközi érdek. De sajnos a magyar kormány is beszállt a háborús őrületbe. A háború pártiságra a második bizonyíték a gazdasági háború, a szankciók támogatása. Az oroszok elleni embargó így is felbecsülhetetlen károkat okozott, főként a magyar mezőgazdaságnak az elmúlt években. Most már a magyar érdek legyen az első. A magyarok döntöttek, 97% nem a szankciókra. De Orbán Viktor mégis vétó helyett mindig támogatja azokat Brüsszelben, tehát a szemfényvesztő kormány propagandával szemben az amerikai érdekek kiszolgálásához asszisztál Magyarország is sajnos. Ukrajna magyar pénzügyi támogatása az egyik legérthetetlenebb. A március 16-ai kormány határozat szerint 74 milliárd forinttal támogatjuk az unión keresztül a magyar ellenes ukránokat, illetve az EU-n keresztül vétó helyett asszisztálásunkkal folyik például a lőszer támogatás is. A magyar harckocsik működését biztosító üzemanyaggal is támogatja az ukránok háborúját Magyarország közvetlenül is. Az ukrán olajfinomítókat és tárolókat nyáron megsemmisítették az oroszok, azóta külföldről látják el Ukrajna hadseregét üzemanyaga, jó részt magyar gázolajjal, valakinek megéri. Az ötödik bizonyíték a Fidesz kormány háború pártiságára, hogy idegen katonai felvonulási területté vált hazánk a NATO harccsoportok, főként amerikai páncélosok beengedésével. Magyarország függetlenségének feladása elfogadhatatlan. Idegen haderőknek nem volna helyük hazánkban, Magyarország a magyaroké. A NATO bővítés megszavazása után persze nem csoda, hogy hazánk is felkerült az oroszokkal barátságtalan országok listájára. Rendkívül álságos az a kormánypárti propaganda, hogy a magyar-ukrán határt nem lépik át fegyverszállítmányok, hiszen valójában igenis mehetnek Magyarországon keresztül fegyverszállítmányok Ukrajnába, Szlovákia és Románia közbeiktatásával álszent a kormány. Sőt, magyar felségjelzésű katonai szállítógép is visz fegyvereket Ukrajnának, bizony a Pápán állomásozó NATO nehéz légiszállító ezred egyik magyar felségjelzésű C-17-es repülőgépe a rakéták bepakolásáról fénykép is megjelent. A balti légtér biztosítását is vállalták magyar gripenekkel, a konfliktusba kerültek ugye orosz vadászgépekkel, erről büszkén be is számolt a magyar honvédség. A kilencedik bizonyíték magyar gripenekkel Szlovákia légterének védelmét is vállalták, hogy közben ők Ukrajnának adhassák a saját MiG-29-eseiket. Ez az Ukrajnában zajló amerikai-orosz háború közvetett támogatása. A tizedik pedig, amit a magyar kormány eltitkolt, és a szlovák védelmi minisztertől kellett megtudnunk, ukrán katonák egészségügyi szakemberek kiképzésében is részt vesz Magyarország. A részleteket hiába tudakoltuk, titkosították. De álljon itt még egy pont, miként támogatja a magyar kormány az ukránok háborúját. Ugye a magyar honvédség parancsnoka nyáron szintén titokban látogatta meg az ukrán vezérkart, erről is csak utólag ukrán híradásból értesültünk. Az ukrán fegyveres erők vezetője akkor úgy nyilatkozott, hogy elégedett Ukrajna és Magyarország katonai együttműködésének szintjével. Most már ugye kezdjük érteni, hogy miért, és ez a bizonyos utolsó pont a diplomáciai hadviselés, amit folytat a magyar kormány, még az úgynevezett békepárti határozatban is egyoldalúan csak Oroszországot ítélték el. Ukrajna területi integritásának hajtogatása helyett a magyar kormány inkább azt kéne megakadályozza, hogy a kárpátaljai magyarságot golyófogónak használják. Ez nem a mi háborunk. Mégis több száz besorozott kárpátaljai magyar halt meg, illetve sérült meg már ebben a háborúban. Így az ukránok és az oroszok után a legnagyobb véráldozatot a magyarság hozta ebben a háborúban is. Pedig Kárpátalja az egyetlen régiója Ukrajnának, melyet még nem ért orosz
csapás. Szögezzük hát le, nem állunk ki Ukrajna területi integritása mellett. Köszönöm szépen, Novák előtt képviselő úr. Az elhangzottakra Menczer Tamás külügyi államtitkár úr fog válaszolni. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Hallgatva a felszólalását, vegyes érzelmek, vegyes gondolatok voltak bennem, mert mondott olyan mondatokat, amelyekkel azonosulni tudok, amelyek egyet tudok érteni. A kárpátai magyarokat meg kell védeni, ez nem a mi háborunk, és voltak mások is. Azonban voltak olyan mondatok, amelyeket teljességgel vissza kell utasítanom is. Az a helyzet a felszólását hallgatva, hogy arra jutottam így végül, hogy ön, tisztelt képviselő úr, a magyar kormányt teljesen alaptalanul támadva megengedheti magának azt a luxust, hogy össze-vissza beszéljen. Ezt egy ilyen helyzetben lévő párt, mint az ön, és egy ilyen helyzetben lévő képviselő megengedheti magának, még egy háború alatt is, de egy kormány és egy kormánypárt nem engedheti meg magának. Ezért szeretném ön tájékoztatni, és a tisztelt házat, hogy mi is a magyar kormány álláspontja a háborúval kapcsolatban. Tehát mi a béke pártján álltunk és állunk, hogyha jól értettem, valamelyik zagyva pontban ezt is kétségbe vonta, tehát mi a békepártján álltunk a háború kitörése előtt is, mindent megtettünk, és mindig elmondtuk, hogy a béke megőrzése a legfontosabb. Sajnálatos módon ez nem sikerült, és a háború kitörése óta, amely háború most már több mint egy éve tart, mindig elmondjuk, hogy a béke helyreállítása a legfontosabb, azonnali tűzszünetre van szükség, és béketárgyalásokra. Senki nem gördíthet akadályt, nem helyes az, hogyha bárki akadályt gördít, feltételeket támaszt a béketárgyalások és a tűzszünet elé, mert csak akkor lehet életet menteni, hogyha a fegyverek elhallgatnak, és a háborús felek leülnek a tárgyalóasztal mellé. Tehát mi a békepártján állunk. Sajnálatosan az igaz, hogy az Európai Unióban tulajdonképpen egyedül vagyunk, itt lennének még a mi szerb barátaink, akik meg sajnálatos módon nincsenek az Európai Unióban jelenleg. Jó, hogy említi a szankciók kérdéskörét. Itt igyekeztem jegyzetelni a pontokat, talán azzal is vádolt bennünket, hogy mi támogatjuk a szankciós politikát. Hadd hívjam fel halkan zárójelben arra a figyelmét, ami de tegnap is volt lehetőségem mi hazánkos képviselőtársa figyelmét felhívni, hogy én az önök helyében óvatos lennék az olyan vádakkal, amelyeket a magyar baloldal is megfogalmaz a kormánnyal kapcsolatban, és Gyurcsány Ferenc is megfogalmaz, mert még a végén odasodródnak Gyurcsány Ferenc mellé, lehet, hogy ezzel ellen ágálnak, de hát mégis a szavak és a tettek beszélnek, és hát az önök mellett ülő jobbikosok példája mutatja, hogy ez nem a siker receptje. Na most a szankciókkal kapcsolatban az a helyzet, hogy mi nem támogatjuk a szankciós politikát. Mindig elmondtuk általában is, hogy nem gondoljuk helyesnek, mert a tapasztalat az, hogy az ilyen típusú politika nem hozza el a kívánt eredményt. És elmondtuk azt, hogy vannak vörös vonalak Magyarország számára. Ilyen például az ország energiabiztonságának megőrzése. Éppen ezért soha nem támogattunk semmilyen olyan döntést, és a magyar miniszterelnök, a magyar külügyminiszter és a magyar kormány mindig elérte, hogy energetika vonatkozásában kivételes eljárásban részesüljünk, kivételes eljárást ért el a magyar miniszterelnök és a magyar kormány, éppen ezért garantálható jelenleg is az ország energiabiztonsága. Például érkezhet csövön az orosz kőolaj Magyarországra. Most az más kérdés, hogy éppen az ukrán elnök a vezeték felrobbantásáról beszél, ami természetesen elfogadhatatlan, mint ahogy a brüsszeli hallgatás is ezzel kapcsolatban, de ezzel együtt elértük azt, hogy a szankció nem vonatkozik a csövön keresztüli kőolajszállítás, az ország energiaellátása biztosított gáz tekintetében szintén nincsen semmilyen olyan döntés, amely az ország energiaellátását veszélyeztetné, és a nukleáris energia kapcsán is világossá tettük, hogy ez is vörös vonal, és semmilyen olyan szankciós döntést nem támogatunk, amely a nukleáris energiára vonatkozna, és az ország energiaellátását veszélyeztetni. Tehát békepártiak vagyunk, és szankcióellenesek. A segítségnyújtással kapcsolatban pedig hadd mondjam azt, hogy igen, van egy háború, és Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtjuk végre, és hogyha ön kritizálja azt, hogy sérült katonáknak
Legyen ez akármilyen, esetünkben ukrán, de sérült embereknek, sérült katonáknak gyógykezelést ajánlunk fel, vagy akár ukrán gyerekeknek magyarországi táborosztatást, vagy szükségben lévőknek viszünk segélyszállítmányt, akkor lehet, hogy ezt kritizálja, de mi ezt folytatni fogjuk. A kárpátaiak mellett pedig, ahogyan eddig is, mindig kiálltunk a jövőben is, most harcolunk azért, hogy a magyar nyelvű oktatást megmaradhasson, és rengeteg nemzetiségi iskolát ne kelljen szeptemberbe bezárni. A harcunk nehéz, kérem, hogy ez a támogatásukat adják meg, és ne alaptalan hazugságokat mondjanak a kormányról. Köszönöm, hogy meghallgattak.